Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Ifjúsági Házban, és hamarosan kezdődik egy jótékonysági est. Huszár Andrea Magdolnával beszélgetünk erről. Mi is pontosan ez a jótékonysági est, és hogyan kerültek Karcagra? Köszöntöm én is a nézőket. Mária Natália nővér látomásai beszélnek Magyarországnak a sorsáról, illetve Magyarországot, illetőleg a világnak a sorsáról. És ezt a feladatot többen vállalták, hogy képviselik a mai jelenben. Natália nővér a 90-es években hunyt el. Az ő látomásai Jézus és Szűzanya üzeneteket tartalmaznak, és ezekben az üzenetekben Szűzanya azt jövendőli, hogyha az ország szellemileg és lelkileg felemelkedik, abban az esetben a világ általa meg lesz váltva. És azért gyűltünk itt össze, hogy ezt a hírt híreszteljük. Művészek, képzőművészek, zeneművészek, lovasok álltak emögé, és azért történik ez az este, hogy Karcagra elhozva ezt a hírt a kunokhoz, és erre a vidékre lovas kultúrát híresztelve meg tudjuk mutatni, hogy mit jelent ez a néphagyományban, a népművészetben, a népzenében. Kik közreműködnek ezen az esten? Az egész lovas zarándoklatnak Csemesz Farkas és Szántó Zsolt a vezetője. Ők indulnak lóval Csíksomlyóra. Az Aranyalma páros Gebri Bernadett és Vaskó Zsolt, akik népzenét játszanak. Mille Zsigmond gitáron játszik. Pápainé, Páhi Emma néni, mesemondó, népművészet mesterének Mátyás mesét hallhatjuk videóról, Emma néninek a felvételében, illetve hát a képzőművészeti oldalról népművészeti gyűjtemény, illetve számos képzőművész vesz rajta részt. Ez egy vándorkiállítás, aminek a darabjai most nem érkeztek meg hiánytalanul, de az országot járvesz, bárhol láthatják. Jótékonysági estről beszéltünk. Mi a célja ennek a mai estének, azon kívül, hogy a hagyományápolást és azonáltal elmondottakat itt továbbadják a karcagiaknak? Magyarország Szűzanya tisztelet, Boldogasszony tisztelet, illetve ezen belül egy kápolna építés a Normafánál a cél, és ennek a létrejöttél gyűlünk itt össze. Hát akkor ezért a hegy, gondolom, egy áttételes módon, lehet, hogy ez is arra utal ez a cím. A hegy az egy szent helyet jelöl, ami kívül is megtalálható és belül is megtalálható, és Magyarország szíve a Börzsöny, illetve a Pilis, onnan indult el ez az egész kezdeményezés, és elmegy ez az út Csíksomlyóig, és a Normafai kápolna is ehhez tartozik, illetve a budai részen a hegyek is ehhez a szellemiséghez, illetve ezt képviselik, ehhez tartoznak. Én azt kell, hogy legyen sikeres a mai este, és sok-sok mindennel gazdagodjanak a karcagiak. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Bence Istvánnal beszélgetünk, aki a KUN Szövetség tagjaként már azért Karcagon nem először jár, és hát korábbi években már ön is vett részt jótékony lovastúrákon. Most a mostani túráról beszélgetünk, melyet Farkasék szerveztek. Mi is ez a túra pontosan? Hát ez a túra, ez a Mária világkirálynője nevet kapta, amit Farkas egy déli útvonalat választott, ez korábban a csillagösvény lovas zarándoklatnak az útvonala volt, ami meg egy még korábbi út, tehát a 2009-es Aranyembertől Attiláig, Kazasztánból Magyarországra tartó útvonalnak az egyik állomása volt. Ezért ezt a jó szokásunkat ugye megtartottuk, és ezt Farkas is a mostani zarándoklatban, mint állomás helyett megtartotta Karcagot. Így ezek a túrák során, ugye én, mint a KUN Szövetség tagja, fontosnak tartottam, hogy a KUN Kipcsák testvériségnek egyik Európában legfontosabb városában mindenképpen érintsük, és itt közösen ünnepeljünk. És ebből a hagyományból teremtődött az, hogy ez az útvonal,
mint Mária a győzedelmes világkirálynője, zarándoklatnak is egy állomás helye lehet. Ugye tavaly is volt ez a zarándoklat Csíksomlyó irányába, és ekkor is a Farkas a lovastársával itt voltak, a Bene Sándor kunkapitányunknál éjszakáztak, ami én úgy gondolom felejthetetlen élmény volt mindenkinek. És ezt a szent szakrális utat, ebbe bekapcsolva Karcag városát, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány lehet, mint lovas hagyomány, mint a szent tetteknek a hagyományába bevonva Karcag városát. Én úgy gondolom, ez a jövőbe is megmarad. Mi mindenképpen szeretnénk. Akkor reméljük, hogy egyre többen fognak majd csatlakozni, és még többször beszámolhattunk ilyen lovastúrákról. Igen, én úgy gondolom, tehát az úttörők azok mindig nehéz munkát végeznek, de azért végzik, hogy minél többen csatlakozhassanak ehhez, és nagyon remélem, hogy a fiatalok bekapcsolódnak ebbe a programba a jövőbe. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, üdvözlőjük a karcagiakat!